Ingatlant szeretne eladni. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ez az ingatlan hol helyezkedik el, milyen paraméterekkel rendelkezik. Ez egy nyíregyházi belvárosi ingatlan, első emeleten található 55 négyzetméterre kijel, én azt gondolom, hogy jó fekvésen. Ingatlan közvetítő iroda segítségével adja el lakását ez a fiatal ember. Manapság már a legtöbb tulajdonos nem saját maga hirdeti lakását, hanem egy irodán keresztül igyekszik megtalálni a vevőt. Nyíregyházán bőven van lehetőség válogatni az ingatlan közvetítők között. Közel 40 iroda működik csak a megyeszékhelyen. Az irodák bővülnek, hiszen most pörög az ingatlanpiac, tehát szükség van munkatársakra, de csak a profi ingatlanosokkal érdemes foglalkozni. A közvetítői tevékenység OK és végzettséghez kötött. Ez nagyon összetett szakma, tehát a műszaki ismeretektől, a jogi ismereteken keresztül nagyon-nagyon sokrétű. Az adásvételi szerződésekkel kapcsolatban is segítünk, de tudnunk kell azt is, hogy egy adott településen vagy adott városrészen milyen típusú ingatlanok vannak, miből épült, mikor épült, milyen felújításon esett át. Tudnunk kell azt, hogy egy tulajdoni lapot részletesen ismerni, mert nagyon sok dolog kiderülhet a tulajdoni lapról, ami esetleg az eladást gátolhatja. 270 irodát és 1000 közvetítőt egy érdekvédelmi non-profit szervezet tömörít. A Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége 2014-ben alkotta meg etikai kódexét, amely irányadó a tisztességes tevékenységet folytató ingatlanosok számára. A piacon, főként a fővárosban telített a szakma, és akadnak visszaélések is, amit a szervezet nem néz jó szemmel. Nagyon sokszor úgy megy be egy ingatlan közvetítő egy magánszemély lakásába, hogy kiadja magát vevőnek, és utána, amikor már belép a lakásba, és körülnéz, elbeszélgetett az ingatlan közvetítő az eladóval, akkor fedi fel a kilétet. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az etikai szabályzatnak az egyik pontja alapján az ingatlan közvetítőnek minden körülmények között fel kell fedni, hogy ő ingatlan közvetítő. Tehát ez a magatartás például egy etikai szabályzatba ütköző cselekmény. Ezzel ellentétben a nagyobb és megbízható hálózatok ügyelnek például arra is, hogy az eladókhoz csak potenciális vevőkkel érkezzenek. Mi szűrt ügyfelekkel megyünk ki, tehát megnézzük azt, ennek alaposan utána járunk, hogy hitelképes-e vagy sem. Ha eladott ingatlant valóban eladta, ha még nem adta el, akkor miért megyünk ki, mert akkor még nincs pénze, tehát vásárolni nem tud. Vannak itt kérdések, amiket mindenképpen körül kell járni, mielőtt bárkit is egy ingatlanra kiviszünk. A közvetítés alkalmával az ügyfelek mindenek előtt az adásvétellel kapcsolatos praktikus információkra kíváncsiak, mint például az ügyvédet a vevő választja és fizeti meg, a vagyonszerzési illeték is őt terheli. Adásvételi szerződés nincs energetikai tanúsítvány nélkül, aminek költségeit a tulajdonos állja. A profi irodák ügyvédekkel, értékbecslőkkel és hitelintézeti tanácsadókkal dolgoznak együtt.